Szépen szóló Dali madár! A csónakunk lassan halt előre. A víz igen csöndesen emelkedett, és mi jóformán a földön kúsztunk tovább. Engem már annyira meglepett a és zsuzsikáért, hogy bántott a gyerekek jókedve. Hangosan csitítottam őket. El is hallgattak, nem csak a parancsszóra, hanem inkább, mert látták, hogy meg vagyok ijedve. Paninak hívták a legnőbb leányt köztünk. Ez elbeszélte, hogy kint őrizték a libát, mikor jött a víz. Ő kiabált össze a gyerekeket, s fölhordta őket a dombra, s ő énekeltette velük a himnuszt is, hogy hát, ha azt jobban meghallja valaki, és értünk jön. Most velünk okoskodott, merre lehetne szabadulni. Egy fásai felé mutatott. Azt állította, hogy ott már magasabb a föld. Onnan bizonyosan be lehet menni a gombhegy tanyára. Ők odavalók. Bizony, jó egyorai munka lehetett, míg idáig el tudta Bucsi bácsi hajtani a csónakot. Pedig közben Panni meg Miska ki is szállottak, s úgy tolták két oldalról a vízi hintót ott, ahol igen sekély volt a víz. Végre megközelítettük a kis erdőcskét, s Panni vállalkozott rá, hogy ellából odáig is megnézi, van-e járó. El is tudott menni, s jött a jó hírrel, hogy már a fák alatt sincs víz, azon túl pedig a dombokos száraz a föld a tanyáig. Bucsi bácsi levetett a csizmát, felkötötte a gatyaszárát, s a ketten kihordták a gyerekeket az erdőbe azok aztán, ahogy földet ért a lábuk, mint a nyúl szaladtak haza. Eszükbe sem jutott megköszönni, hogy megszabadítottuk őket. Igaz, hogy mi se vártuk a hálálkodást. Gyerünk tovább! Sürgettem az öreget. Nem szólt, s megkönnyebbült sajkát lehajtotta a vízre, s szép egyenletes tempóval haladtunk arra felé, ahol az akácfás irányát gondoltuk. Soká mentünk, mindenféle vízen de a nagy, sodró árba nem kerültünk bele többet. Az úgy látszik, el is enyészett már a rettenetes nagy özönben. Gerendák, sarogják, faeszközök úsztak mellettünk össze-vissza, tömött zsákok, ruhafélék, egyszer egy kutya, máskor bárányfeje látszott -e a vízből, egy egy majdnem elgázolt, vagy hat darab ló, amelyek nekünk úsztak. Másod szarvak meredeztek a vízből, ökrök úztak vergődve, jármostul, mi volt a mi erőnk ahhoz, hogy ezeket mind megmentsük? Itt, ott legalább jól esett látni, hogy a lábasi országok a magaslatra értek, ahol lábra kapva, hasigérő vízben ácsrogtak tovább. Már uzsonna idő volt, és még mindig nem láttuk az akácfásokat. Nem jó irányba megyünk? Kiáltottam érted. Dehogyis ne, is nem, hiszen ott van a parítjás, szólt az öreg. Kis idő múlva újabb rémület lepett meg, egy akácfa csúcsa, a legcsúcsa látszott -e a vízből. Már az ákácot is ellepte a víz! visítottam. Fiatal bokor ez csak szólott Bucsi. Hiszen szarkafészek van rajta, szólott Miska. Csak ugyan? Nagy vesző libegett a kiálló ágon. Fészket pedig nem rak a madár, csak kinőtt nagy fákra, az öreg letette az evezőt. Akkor jobb nem is menni tovább, ha már a fa is víz alatt van. Jobb a hazafelé próbálunk menni nagy tiszteletes asszony azóta halállá vált. Szegény jó nagyanyám eszembe jutott, és keserves könnyekben törtem ki. Jaj, jaj, kiáltottam, édes nagyanyám! Mint a ő is meghalotta volna a kiáltásomat. Bucsi megfordította a csónakot, ő galambos felé akarta hajtani. Nem, nem! Ugrottam talpra. Vissza! Vissza, menjünk vissza! Meglássa, hogy Zsuzsi még él! olyan fán van, amíg nem merült. El. vissza, vissza, menjünk! És hogy az öreg nem akart, voltam, és torkom szakadtából visítoztam. Ha vissza nem fordul, rögtön kiugrok! És talán meg is tettem volna, ha Miska nem kap derékon. Csak hajtsa, nagyapám! mondta a fickó. Majd letartom én, még meg is kötözöm. De ebben a percben, a dühömben, beleharaptam egyik ujjába. És a nagy hős ordítva eresztett el bánta is ő aztán akármit csinálok. Dugta a fájó ujját hideg vízbe, hát ha az rögtön meggyógyítaná. Csak jó idő múlva tért annyira magához, hogy bosszúra gondoljon. Végig is vágott a lapockámon, de olyat, hogy azt hittem rögtön leszakad. Ám de Rontó abban a percben ráugrott. Miskára, hanyat buktatta a csónakban, és vad morgással ült rá, mint egy fenevad. És az én pillantásomat leste. Kívánom-e, hogy rögtön ketté harapja a torkát? Engem boldogá tett, hogy legalább egy igazi alatvalón van, s elfelejtettem a fájdalmat is. Hajdrontó. rontó! Kiáltottam abban a pillanatban, amikor az öreg bucsi magasra emelt a lapátot, hogy lecsapja az élével a kutya fejére. Ne bántsa! Visítottam, ahogy csak bírtam, és én hajoltam kitárt karokkal az evező elő. Az öreg visszafogta az ütést, és rám mordult dühösen. No, mit akarsz hát a felébe, ó? No? Menjünk vissza Zsuzsikáért! Mondja a vajába! dörmögött a vén ember, nincs sekem hálom, hogy halásszam ki azt a vörös békát. Ezzel megfordult a csónakot, dühösen hajtott visszafelé. Én meg összehúzott szemmel, hunyorogva kerestem a láthatár szélén az ákácost, amely ott kell lenni a világ legszebb madarának. Mán, talán egy óráig is mentünk. Még mindig nem láttam semmit. Már az eget néztem a napot, félve, hogy leesik a vízbe, mi a dzsuzsikára ráakadnánk, és elkezdtem imádkozni háromszor is egymás után elmondtam a mi atyánkot, meg az esti imádságot, hogy a nap lement, az ébe állt. Meg a pótimát is, hogy adjon Isten jó éjszakát apácskának, anyácskának, nagyapának, nagymamának, néniknek, bácsiknak, testvérkéknek, nekem is és minnyájunknak. Ámen. Zsuzsikának is, tettem hozzá utolag. Pedig nem éjszakát kívántam szegénynek, hanem életet. Egyszer csak felkiált Miska, Akinek olyan szeme volt, mint a hiúznak Ó, oh, Mi? – A Zsuzsi. – Hol? – Ó, ottá! S kinyújtja a karját. – Én nem látok semmit. – Pég ott van! A fán? – Hát. – Mutas hol a fa? – A fát nem láttam, de Zsuzsit látom. – Nagy Nagyapád halála! – dörmögött az öreg Bucsi. – Te is úgy teszel, mint a mesébe a bolond. A tornyot nem látja. De a tűtő egyébe igen. Pedig Miskának igaza volt. Én a magam rövidlátó szemével csak sokára győződtem meg róla. Végre aztán én is megláttam egy piros pontot, amely szinte elénk világított a távolból, és én is csak sokkal később vettem észre azt a félfa koronát, amelyen ott libegett szegény, szegény kis leánykának a piros szoknyácskája. Gyorsan, gyorsan, kiáltottam, hajtsátok a csónakot, Szinte igrottam izgatottságomban belőle. A Ronto is nagy, vakogással adta tudtul, hogy ő is látja zsuzsát, és hogy örül neki. Viháncolt, ugrált, törlészkedett. Megöreltük egymást a rontóval ömlömünkben. Sebesen haladtunk előre. S egyszerre csak a szél, törödezett, nóta hangokat hozott felénk. Megismertem zsuzsi hangját. Dalol, vagy jobban megtudjuk, hol van szegény ke. Hisz ez nem dal ez ének, és milyen szép ének. Hozzád kiáltok, kegyes uram, légy segítségem is, kőváram, emelj fel kegyesen engem, és ne hagyj el, mert el kell vesznem. Ó, édes, szép, jó, énekes madár, kedves dali madár, szépen szóló dali madárka. Hosszabb és kínosabb volt, míg hozzáértünk, mint félnapi útunk hosszabb, mint a fél öröklét. Csak nem olyan hosszú, mint mikor magunk menekültünk az árvíz elől. De végre ott voltunk, és megláttuk, milyen kínnal és rettegéssel tartja már magát a kislány az akáca felső törékeny ágán, csak egy hajszálon múlt, hogy már belé nem vezett a rettenetes örvénylő, egyre dagadó vízbe. Hála Istennek, odaállottunk aztán a trónusa alá, és nagy nehezen és keservesen, de sikerült Bucsi bácsnak beemelni a hozzánk a csónakba. Zsuzsi sírva omlott rá az öreg kezére, és zokogva csókolta meg kérges barna kezét. A vén Bucsi elhúzta kezét. Ne csókold meg mákom, hanem azt a pujár. Az mentett meg a ronda sárlétől, nem én. Anélkül egy fél óra múlva, angyal lett volna belőled. És az öreg felemelt a kezét, a kérges, barna, könnyes csókolt kezét a szeméhez, s ledörzsölt vele két kövér könycseppet, amelyek a tulajdon maga kiapadt szeméből budjantak elő. Zsuzsika pedig megértette végre, hogy én nem hiába állok itt mögötte olyan lelkendezve, a nyakamba ugrott, átölelt, s megcsókolt az orcám, aztán a szemembe nézett olyan hálával, hogy végig bizsergette valami hőség tőle az egész testemet, hogy majd elszédültem az örömtől, és aztán újra megcsókolta a másik arcomat, a szememet, a számat, majd megfojtotta csókjaival, és akkor leültünk egymás mellé a padra, mint két jó testvér, akik most lelték meg egymás, és sírtunk, mint a zápor eső. Sírás közben egymásra mosolyogtunk, mint mikor nap a felhők mögül egy persze kinevet. Miska csak nézett bennünket, s vigyorgott, mutatta mind a huszonat fogát. Egyszer csak észbe kap, s oda tartja egy ujját Zsuzsika elé. No, ezt is csókolt meg, no, hiszen miattad fáj. Az az ujja volt, amelyet én haraptam meg. És Zsuzsika azt is megcsókolta.